Az időtlen zene csodaszép ének nyitotta azt a kiállítást, ami pont az ellenkezőjéről, pontosan a múló időről szól. Pérónai Gábor a hagyományos köszöntő helyett egy fiktív naplóval kezdte stílusosan a megnyitót. Napló, amely az idő múlását is megőrzi. A festőművész természetesen beszélt Horváth Kláráról is, arról, milyen kitartóan érkezik hétről hétre az alkotókörbe, és dolgozott lelkesen akkor is, amikor még a rajzkör jövője is kétséges volt. Klára már több mint 10 éve jár be Benedek Péter rajzkörbe. Volt, hogy Csurgei Feri tanított, volt, hogy Varga Flórián, volt, hogy Somos Gyula, volt, hogy egymást tanítottuk. Volt, hogy úgy nézett ki, nem is lesz belőle semmi. Ennek ellenére Klári mindig jött nyáron, télen. Ha egész nap munkája volt, ha jött a könyves, ha nem jött a könyves, mindenképpen ott volt. Ami pedig csodálatos, hogy a fáradt, egész nap keményen dolgozó hölgy 10 perc alatt alakult át viruló, tetterős művészé, mondta Pérónai Gábor. És ezt húznám alá mindenképpen, mert az itt látható képeknek jó része tanulmánynak indul, de nem tanulmányként érkezett meg. És ez véleményem szerint annak köszönhető, hogy Klárának hihetetlen pszichológiai érzéke van, és ezeken a késői pénteki órákon, amit úgy várunk minden ilyen, ezeken a pénteki órákon valamilyen titkos recept alapján ő meg tudta figyelni, hogy ezek a modellek milyen emberek, milyen érzéseik vannak, milyen személyiségek. És milyen egyéniségek. Talán tökéletesen neki sikerül kifejezni ezt a pszichét a képeken is, fogalmazott a festőművész. Horváth Klára kiállítása az Artem Galériában tekinthető meg december 29-éig.